Szeretettel köszöntöm a nézőket. Karácsonyi műsorunk következő néhány percében egy igen kedves vendéget köszönhetünk ideiglenes stúdiónkban, akiről röviden annyit, hogy sokszoros magyar bajnok, korosztályos Európa bajnok, világbajnoki ezüstérmes, ifjúsági olimpiai ezüstérmes, orosházi birkózó. Nagy szeretettel köszöntöm Szél Annát. Szia, Anna. Szia, én is szeretettel köszöntöm a nézőket, és nagyon köszönöm, hogy itt lehetek, már nagyon vártam. Mi is vártuk, hiszen nagyon nehéz téged elérni, úgyhogy éppen itt van vagy, mert jársz, mint a szellem. Így karácsony táján, mikor úgy véget érnek a versenyek, ilyenkor pihenőt kap szinte mindenki, általában visszatekintünk és évet is értékelünk. Mielőtt azonban erre kérnélek, beszéljünk egy kicsit rólad, mert az eredményeidet azért ugye általában ismerjük, tehát az országos sajtóban, az orosházi sajtóban ugye általában ezek úgy megjelennek. De nagyon keveset tudunk rólad. Hogyan telnek a hétköznapjaid? Hogy élsz? Hol élsz? Hol tanulsz? Mit csinálsz, amikor nem birkózol? Nem versenyen vagy? Na hát igazából én 14 éves korom óta Budapesten élek, egy albérletben, és igazából a napjaim azok elég zűrösek. Anyukám mindig szokta mondani, hogy jó lenne most már egy kicsit lassítani, de nekem nem megy, én imádok pörögni, és úgy érzem, hogy ez éltet, hogy rohanok egyik helyről a másikra. És igazából reggel fölkelek, megreggelizek, szokásos dolgok, fogmosás és mi egymás. Utána elindulok edzésre. Általában szokott lenni olyan időszak, mikor 8 órától edzünk, de van olyan időszak, mikor 10-től. Ez attól függ. Mikor 8 órától edzünk, akkor leedzünk, és utána megyek az iskolába, és az iskola után pedig megyek haza, pihenek, akkor tanulok, hogyha van egy kis időm a délelőtti edzés előtt. Délutáni. A délutáni edzés előtt, és edzés, utána megint haza, és akkor pedig a, hogy mondják, az én idő jön, amikor magammal foglalkozok, és végig gondolom, hogy mi lesz a következő nap. Milyen suli az, amelyik így tolerálja ezt a fajta életmódot? Kicsit beszélsz az iskoládról? Igen, persze, ez a Budapest Baptista Sportiskola. Ez Pest Erzsébeten van. Rövidítve úgy szokták hívni, hogy Bubaki. És hát igen, nagyon hálás vagyok, hogy itt tanulhatok, és hogy ilyen vezetőség van, ilyen jók a tanárok, mert ezt körülbelül sehol sem tolerálják, amit itt. És tényleg talán, hogyha ez nem lenne, akkor lehet, hogy nem is menne együtt a kettő. Mondjuk azért a felkészülésbe itt kőkeményen beleszólt idén a járvány. Mikor kitört az első hullám, kiárási korlátozás, mi egyéb, akkor mit tudtál csinálni magaddal? Hát ez úgy nézett ki nálunk, hogy az elején még ugye voltak ezek a korlátozások, de az edzéseket nekünk még nem tiltották. Viszont egy idő után már azt is megtiltották. Akkor először ugye az iskola az abban maradt, tehát akkor csak az edzések voltak, akkor otthonról online, amikor éppen be tudtam jelentkezni, akkor így tettem, és mikor meg teljes zárlatot kaptunk, akkor pedig otthon edzettünk, online be voltak iktatva, hogy hány órától hány óráig edzünk, és akkor otthon ilyen, nyilván birkózni nem tudtunk a parkettán, meg egyedül egymagunkba, de kitalált az edző ilyen, hogy is mondják, erősítő és ilyen fejlesztő gyakorlatokat. Úgy tudom, hogy ez neked nem volt elég, még lejártál a parkba is, vagy hová? Igen, igen. Igen, hát ugye azért ahhoz képest, ahhoz az intenzitáshoz képest, amit előtte ugye kaptunk, ahhoz képest ez nagyon-nagyon kevés volt, és igen, volt, hogy lejártam futni, pedig nem a kedvencem a futás, de muszáj volt, mert nem kaptam meg azt az ingert, és hiányzott. Hogyan lehet készülni egy versenyre, amikor azt sem tudjuk, hogy mikor lesz a verseny, meg hogy lesz-e egyáltalán verseny? Hát igen. Nekem ez nekem nagyon nehéz volt, őszintén mondom, mert engem nagyon éltetnek a céljaim. Szóval, hogy én mindent úgy teszek, amint a célom diktálja. Szóval, hogy állítok magamnak egy célt minden évre,
és azt szerint edzek. Ha nincs célom, akkor nehéz miért is lemenni az edzőterembe meg edzeni. Viszont ezzel úgy voltam, hogy azért távlati céljaim vannak, tehát az olimpián ott szeretnék lenni, ahhoz meg nem lehet kihagyni egy évet egy koronavírus miatt sem. És úgymond ez éltetett, hogy ahhoz, hogy az olimpián birkózhassak, most is teljesítenem kell. Azért így az év vége felé összejött néhány felnőtt verseny. Kicsit összefoglalnád, hogy mi történt, gondolok itt Lengyelországra, meg mi egyébre most a világkupával bezárólag. Igen, kaptuk a hírt, hogy megyünk Lengyelországba. Még volt 3 hét előtte, akkor azt mondták, hogy reménykedjünk benne, hogy nem zárják be Lengyelországot, és ki fogunk még jutni. Ez így is történt, kijutottunk, és nagyon-nagyon jó érzés volt ott lenni, és végre érezni azt az izgulást, amit kell érezni. És engem nagyon feltöltött. Ez a verseny úgy feltöltött, hogy adott egy nagy lendületet arra a következő időszakra, ami most jönni fog, mert ugye nyilván decemberben nem fog elmúlni a vírus, ugyanúgy folytatódni fog nyilvánvalóan, és nekem egy nagyon nagy löketet adott ez a lengyel verseny. És hát a világkupa. A világkupára úgy mentem ki, hogy nyilván mindenhova nyerni megy az ember, de nem voltak nagy elvárásaim magammal szemben, mert tudtam, hogy sajnos ez az év nem úgy alakult, ahogy kellett volna, de senkinek sem. Ez a versenyhiány miatt érezted ezt? Igen. Uh-huh. Hát a versenyhiány miatt is, az impulzus hiány miatt is, mert ugye itthon azért mondjuk nálunk vagyunk 11 edzésen, és az oroszoknál mondjuk ugyanúgy 30-an vagy 40-en vannak, és tudnak kivel birkózni. Ez nekünk nagyon nagy visszaesés így rutin szempontjából szerintem. Szóval amilyen meccseket mondjuk, ha rendesen megy minden, tudunk nyerni, azt ilyen esélyek mellett nem biztos. És igen. Milyen a felnőtt mezőny? Mert most itt a világkupa, hát jöjjön a fekete leves, na, mert esünk túl rajta. Tehát nem ahhoz vagyunk hozzászokva mi szurkolók, hogy Szél Anna elmegy egy versenyre, és az első meccsén kikap. Mi történt? Hát én ezt az indiai lányt ismerem. Én már birkóztam vele, és sajnos akkor is kikaptam, viszont akkor 6-6-tal kaptam ki. Ez egy kadett világbajnokság volt, ahol végül is én harmadik lettem, ő meg megnyerte. És igazából én részben annak is tudtam be ezt a vereséget, hogy nem éreztem úgy ezelőtt a verseny előtt, hogy én kimegyek, és meg akarok ölni mindenkit. Szóval, hogy nem éreztem úgy, hogy kimegyek, és most én minden áron nyerni akarok, hanem úgy voltam vele, hogy kimegyek, és próbálgatom magam. Mert ugye még csak 19 éves vagyok, nálunk a felnőttek között ez nagyon-nagyon fiatalnak számít. Szóval nálunk vannak 35-37 évesek is, akik birkóznak, és én nem vártam sokat. És szerintem ennek is betudható, hogy én mentálisan ezt így eldöntöttem, úgymond, hogy nem várok magamtól sokat. Meg sajnos a második menetben elindítottam egy lábra támadást, és úgy megsérült benne a térdem, hogy még most sem edzem, meg nem is edzettem. Szóval az is közrejátszott. Jó, hogy ne haragudj, hogy így kérdeztem, de tényleg ahhoz vagyunk szokva, hogy Szél Anna fölmegy, és bárki jön szembe, föltörni bele a szőnyeget, és vége van. Igen. Jó, hát ez most nem jött. Egyébként, ha most a felnőtt mezőnyről beszélünk, a magyar felnőtt női mezőnyben ott van a helyed, vagy erősebbek még nálad sokkal, vagy hogy érzed, hogy milyen... Szerintem jó, ezt így nem szép kimondani, vagy nem így... Így kifejezve magamat, de szerintem van a helyem, igen. Jó. És akkor most, ha jól tudom, akkor ma érkeztél haza. Igen. Most akkor most már jön a pihenés, jönnek az ünnepek. Itthon karácsonyozol? Igen, igen. A karácsony az szent. Mindig itthon vagyok karácsonykor. Úgy volt, hogy ugye 23-án jövök haza, csak több okból is így 22-ére emiatt is, és amúgy is 22-ére esett volna az, hogy hazajövök.
És igen, itt leszek egész karácsonykor, ilyenkor a család mindig összegyűlik, az egyik nap az egyik mamánál, a másik nap a másik mamánál, úgyhogy igen, itthon karácsonyozok. És akkor biztos kialakultak már a fejedben a jövő évi tervek, célok. Tételezzük fel, hogy a járványhelyzet engedi, akkor mi mindent terveztél be magadnak jövőre? Hát a 2021 is nagyon sűrű év lesz, mert én érettségizni fogok május-júniusban. De jó. De jó, igen. És ez azért sok mindenbe bele fog szólni, mert ugye a felnőtt versenyek azok általában így évelején vannak, főleg most az olimpia miatt ugye évelején lesz, és nem tudom, hogy azokon mennyire fogok tudni részt venni, és inkább a juniorra, az utánpótlásra fogok koncentrálni, mert azok meg évvége fele lesznek az olimpia miatt, és úgy érzem, hogy addigra úgy rendbe tudom szedni magam olyan szempontból, ami most kimaradt ebben az évben, azt vissza tudom pótolni, és fejlődni is tudok addig, és ott szeretnék teljesíteni. Ilyen tempó mellett, mint ahogy te élsz, tehát a sport, az edzés, a tanulás, marad időd, de 19 éves ifjú hölgy vagy, marad időd a korra jellemző tevékeny pasik, barinők, lazítás, ilyesmi? Igen. Én hát nem sportolóhoz való, de elég sokáig szoktam fent lenni éjszakánként. Nagyon, nagyon szeretek mozizni például. Oda szoktunk barátnőkkel járni, vagy van barátom, vele is szoktunk menni. És amúgy igen, persze, hogyha úgy szoktuk beiktatni, hogyha lemegy egy nagy világverseny, akkor utána közösen a bandával elmegyünk, és kiadjuk a gőzt. Jó van, Anna. Én nem kínozlak tovább, hanem boldog, békés, nyugodt karácsony kívánok. És jövőre pedig sérülésmentes, nagyon sok dobogóval tartított évet. Nagyon szépen köszönöm, és én is kellemes ünnepeket kívánok, és boldog új évet. A nézőknek is. A nézőknek is, igen. Így van. Hát köszönöm még egyszer, hogy eljöttél, és akkor még egyszer minden jót a jövő évben. Köszönöm szépen.